A Csólyospálosi Földtani Feltárás természetvédelmi területté történő nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából október 6-án a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósággal közösen geotópnapot szerveztek a településen. A Daráskő néven ismert, Európában egyedülálló geológiai képződmény előfordulási helye Csólyospálos határában található, így a község méltán büszke erre a lelőhelyre. Ez Csólyospálosnak egy nagyon jó reklám, hiszen, ahogy itt többen el is mondták az eladás során, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is kiemelkedő ez a kőfejtőhely. És ha Erdélybe járok például, ott is volt olyan múzeumigazgató, akivel találkoztam, és mert tudta, hogy Csólyospálosi vagyok, azonnal rávágta, hogy a Daráskőnek a lelőhelye. Hát ez egy nagyon jó reklám, még egyszer ismételem, nagyon büszkék vagyunk rá, úgy érzem, sokat is teszünk azért, hogy ez olyan legyen, ami ennek lennie kell. 2008-ig úgy érzem, hogy méltatlan állapotok uralkodtak ott kint, de már akkor is, hogy 30 éve természetvédelmi terület volt, és 2008-ban fogtunk össze először a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósággal, és akkor fejlesztettünk ott, tettük rendbe, és 2013-ban pedig egy IPA pályázatnak köszönhetően, pályázati forrásnak köszönhetően nyert el a mai állapotát. Én javaslom mindenkinek, hogy aki még nem látta a környékből, azok szálljanak rá néhány órát, és jöjjenek el Csólyospálosra, és nézzék meg. Kik vannak jelen ezen a mai találkozón? Elsősorban a szakma képviselői jöttek el, illetve hát nyilván meghívtuk azokat a helybéli embereket, vagy pedig már nem itt élnek Csólyospáloson, de valamikor itt éltek, akik ezzel valamikor foglalkoztak. Kiemelném a dr. Mucsi Mihálynak a leszármazottjait, feleségét, illetve a gyermekeit, akinek köszönhetjük, hogy ez a lelőhely ez természetvédelmi területté vált 1978-ban, ezt ő kezdeményezte, ennek pontosan 40 esztendeje, és azért is szerveztük ezt a konferenciát, illetve ezt a bejárást, hogy az ő emléke előtt is tisztelegjünk, illetve hát voltak híres csólyosi kőfejtők, akik az 50-es, 60-as, 70-es években még művelték ezt a dolgot, és közülük is a Kónya Mihály, aki a 30 éves évfordulón még itt volt közöttünk, sajnos azóta az égbe költözött, de a családját most is meghívtam, el is jöttek, és őrá is emlékeztünk. A közösségi házban megtartott előadást követően a résztvevők a Csólyospálosi temetőben felkeresték és megkoszorúzták dr. Mucsi Mihály síremlékét, aki sokat tett azért, hogy a Csólyospálosi Földtani Feltárást 40 évvel ezelőtt természetvédelmi területté nyilvánítsák. A résztvevők ezt követően ellátogattak a földtani feltárás helyszínére, ahol dr. Sümegi Pál, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem földtani és őslénytani tanszékének vezetője mutatta be a képződményt és annak előfordulási helyét. Tavasszal elég szépen áll benne a víz. A szelvény alján látható még a homok rész, ott nincs mészkőpad. Azután van egy vasas mészkőszint, ott néhány helyen egy ilyen kis éles peremmel kiugrik alul, ott lehet látni, hogy vörös színű, és azután megyünk át a tiszta édeszínű mészkőbe, és utána alakul ki a pad. A mészkőpad, amiben már igen jelentős dolom itt van, sajnos itt a tűzeg, ami valamikor fette, az teljesen át van talajosodva, kiszáradt, áttalajosodott. De itt látható az édesvízi mészkő képződésnek, amit a legvégén mondtam, a problémája. Gyakorlatilag nem fluktuál a talajvíz, nem folytatódik a karbonát képződés. Ugye régen úgy volt, hogy nyár végére ez kiszáradt, kicsapódott a karbonát, tél elejére megtöltődött újra talajvízzel, vagy tavasszal a holvadás után, és akkor nyáron volt, amikor ritmikusan változott a talajvíz, ami a dolomitot kiválasztja, tehát a vízbe oldott dolomitot, illetve maga a karbonát képződés így zajlott. Itt vagyunk Csólyospálos határában. Az, amit látunk, az egy édesvízi karbonátos képződmény. Egy része az kalciumkarbonát, a másik része viszont dolomit, azaz magnézium-kalciumkarbonát. Miért fontos ez? Mert hozzánk legközelebb, tehát itt
Kiskunságon képződik, hozzánk legközelebb Kis-Ázsiában, mai Törökország területén képződik, utána pedig már el kell mennem Ausztráliába, hogy hasonló tavi karbonátos képződményeket találjak. Miért fontos ez a képződmény? Ahogy az előadásban is bemutattam, már 1786-ban leírás volt a Kistelektől délre található Daráskőről. Benkő Ferenc, aki Freiburgban tanult, ő írta Magyarország első kőzetés ásvány kézikönyvet, és abban megemlíti ezt. Utána egy francia geológus járt a területen, ő is leírta, François Sulpice Bedan, aki tényleg markáns egyénisége a magyar geológiának, ő készítette a Balatonnak az első geológiai térképét, de sok utazást tett a Magyar Királyságba, és így a Kiskunságba is több helyen megtalálta az édesvízi mészkövet, és leírta. Az első az, aki utána egy műhely munkát építette erre, tehát onnantól kezdve folyamatosan vizsgáljuk ezt a képződményt, Szegedre került Mihály István, ő a Szegedi Egyetemnek az egyik földtudományi alapító tagja, geológus egyénisége. Ő 1936-ban publikált ezt a képződményt, pont ott, ahol itt állunk, Csólyospálosról, akkor Csólyos Puszta néven, ugye még akkor a két tanyabokor még nem egyesült egy településé, és elkészített róla több fényképet, ebből megmaradt. Tehát annyi minden elveszett, de ez megmaradt, és ez alapján, fénykép alapján pontosan be tudjuk azonosítani ezt a helyet. Az ő tanítványa volt Mucsi Mihály, Molnár Béla, Szónoki Miklós, Iványosi Szabó András, akik ezzel a képződménnyel onnantól kezdve folyamatosan foglalkoztak. Mucsi Mihály írta le ezt a szelvényt, rajzolta le és publikált 1963-ban. Iványosi Szabó András pedig a természetvédelembe helyezkedett el, és onnan indította meg a segítségét, hogy ez a terület védett legyen. Ez volt az első alföldi védett földtani szelvény, és azt nyugodtan mondhatom, pályát indítottja, 63-ban volt az alappublikáció a szelvényről, 78-ban pontosan 40 éve védetté nyilvánították, és gyakorlatilag azóta is folyamatosan kutatjuk ezt a területet geokémiával, radiokarbon vizsgálatokkal, izotópgeokémiai vizsgálatokkal léptünk előre, és most elkészítettünk egy 5 éves tervet, ami a következő 5 évben már egy nagyon mély szintű elemzését hozná ennek a szelvénynek, és kapcsolatba léptünk ausztrál karbonátos tavakat kutatókkal, voltunk is már kint náluk, vettünk mintát, ők is voltak itt, és ebbe az elkövetkező időszakban már közös publikációkat szeretnénk velük megjelentetni, összehasonlítani két területet. Én azt gondolom, hogy igen nagy jelentősége van. Ehhez hasonló édesvízi mészkő képződmény legközelebb Törökországban, vagy utána következő legközelebbi pedig már Ausztráliában van, és tudomásunk szerint nincs is több a világon. Tehát ez a két víz közén, a Duna-Tisza közén keletkező édesvízi mészkő, és annak a bemutató helye ez legalábbis európai jelentőségű. Ez egy 40 éves természetvédelmi terület egyébként, a jelentősebb felújítás az körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött el. 10 évvel ezelőtt itt történt egy rendbetétel, illetve 5 évvel ezelőtt IPA forrásból, egy IPA nemzetközi pályázatból, elnyert forrásból sikerült ezt az egész bemutatóhelyet megépíteni, ahol a hagyományos mesterségek közül nem csak a kővágó mesterséget mutatjuk be, hanem a pásztori életnek a különböző létesítményeit, illetve eseményeit is.